Szervusztok! Ez itt a Manó konyhájának második része, és ma egy picit csalunk, mivel nem konyhában fogok főzni, hanem a szabadban. Itt vagyok Hernádkak falujában, egy gyönyörű kis falu, rengetegszer voltam már itt, gyerekkori barátom itt lakik, és az ő kertjükben fogok ma egy őz, pörköltes, ragus megoldást összerakni. Isteni finom lesz, tartsatok velem! Szóval ez az őszpörköltes megoldás úgy fog kinézni, mint a legtöbb átlagos pörkölt. Először is majd zsírban hagymát fogok odarakni, viszont ez később a videóban úgy is fogjátok látni, hogy hogyan csinálom el, de egy-két titkot még elárulok és csavart így az elején. Kell hozzá vörös hagyma, nagyjából úgy 5-6 fej, kell hozzá, mi olyan 3-4 kg őszhúst használtunk, akkor kell hozzá sárgarépa, olyan 3 rúd, azaz darab simán elég, kell hozzá vagy 6 fej krumpli, mivel nem annyira zöldségesre csináljuk, mert úgy nem szeretjük, és ami nagyon fontos, kell hozzá 7 deci vörösbor, és akkor még ezen kívül kell bele, mikor a vörösbort is beleraktuk, hagyjuk, hogy párolódjon a hús, ezután hozzáadjuk az oregánót, ez mindenkinek az ízlésére bízom, hogy mennyit fog belerakni, én sokat használok, nagyjából úgy 2 evőkanállal, akkor kell bele ugye víz, ezt felöntjük a pörkölt alapot, mint minden pörköltet, viszont ezt is fogjátok látni a videóban. Kell bele majd só, bors, egész borsot is használom, mivel szerintem sokkal karakteresebb lesz tőle az íze. Általában borókabogyót szoktam belerakni, viszont a barátaim nem szeretik az ízét, úgyhogy én most nem azzal csinálom, viszont tegyetek otthon bele mindenféleképpen, mert isteni finom. Kell bele babérlevél, ez megadja azt a kis pikánságát, az alapját, és a legvégén én még szoktam belerakni mustárt. Rengeteg ember nem szokta használni a mustárt, mivel hogy kicsit savanykás, kicsit kesernyés íze van, viszont isten ilyen kihangsúlyozza az őszt, és a vadasok egyik a legalapabb hozzávalója. Igen. Úgyhogy tartsatok velem, a videóban mindent meg fogtok látni, és itt lent majd elolvashatjátok a leírt receptet. Ez ahogy tüzet gyújtunk falon. Igaz, kicsit nem néz ki jól, viszont mindjárt begyullad. Ja, reméljük. Na, és már rég is a tűz. És amíg én főzök, addig megy nagyban a meló. Most már, hogy odaraktuk a zsírt a tűzre, jöhet bele a hagyma. Így bele is öntöttük a hagymát. Ennek kell egy jó néhány perc, amíg egy kicsit átpirul. Addig is ételízesítővel vagy sóval nyugodtan bármikor megszorhatjuk. A lényege az, hogyha megsózzuk a hagymát, akkor nem fog odaégni, legalábbis általában nem szokott. Úgyhogy én most azt nem említem, hogy milyen ételízesítőt használok, viszont szórom bele. Így. Egyenlőre elég, később még majd ízesítjük, ez most csak a hagyma miatt van. És most még egyszer gyorsan átkavarom, és fedővel, fedő nélkül, tök mindegy, hogy hogyan csináljuk, most jó lesz fedő nélkül is, így legalább látjuk, hogy milyen a hagyma. Szóval közben kaptam már segítséget is, itt Bálint úriembertől. És a paprikát már beletettem időközben a hagymába, már elkezdett pirulni, Bálintom figyelmeztetett, úgyhogy most beleteszem először is
az őzünknek, vagy pontosabb húsai, meg egy kis helyett is. Nem lesz ez sok bele, mert még ezen kívül van most mindegy az. Vajon nem lesz tőle, meg átfűrész. Szóval, benne van a hús, mindjárt megyed be elég zászkodal. Szóval, itt nagyon fontos az, hogy na, várjuk, be is veszem innen, és itt egyszerűbb összekavarni, meg lehet, hogy jobban is látszik. Szóval így átkavartuk, hogy mindenhol nagyjából úgy legyen rajta anyag, vissza is rakjuk a tűzre, és akkor öntök rá vizet. Annyi víz kell bele, hogy ellepje. Pont. Ennyi tökéletesen megfelel. És akkor még egy kavarás. Hát, nagyon nem megy a kavarás, úgyhogy így beletuszkolunk. Szóval most már végre levettük a fedőt, úgyhogy jöhet is bele a vörösbor. Isteni finom, ezt Keith Floyd úr tanította, hogy olyan borral nem főzünk, amit ivásra nem szánnánk, és ezért most... És most jön bele a vörösbor. Az emberek azt mondják, hogy nagyjából 2 decit kell beleönteni, hát ebből szerintem az egész üveg bele fog menni, mert én így szeretem. Szóval úgy néz ki, hogy közben ránk fog szakadni az ég, de nem baj, a főzést akkor is folytatjuk. Úgyhogy most én bele is teszem a maradék húsunkat, amit időközben már lefejtettem a csontokról. És így néz. És persze, hogy elkezdett esni. Nem baj. Most már csak azért is benne lesz. És még mindjárt felöntöm borral, hogy legyen jó boros, mert úgy szeretjük a dolgokat, hogyha jó boros minden. Hoppá. Kicsit kiment, nem baj, belefér. Nem fogunk belealni egy kis lébe. Várjunk, ezt leveszem a földre. És itt egyszerűbb összekavarni. Inni. Szóval most már ez itt meg is van. Vissza is jöhet. Még akkor egy kis bor bele, ahogy mondtam. Úgy, és majdnem ki is öntöttük az egész üveggel. Nem probléma. Közben a rongyot megkeresem, kijövök a hídből. Igen, tudom, de vissza is tértem, felül vissza rá, és így né, kész. És hát igen, amíg esik az eső, addig pihenni is megy ezerrel. Most már elérkeztünk ahhoz a pontjához az ételnek, hogy meg is fűszerezzük az egészet, mert raktam bele fekete borsot, egészet is őröltet egyaránt, most pedig babérlevelet teszek bele. És még egy kis titkos összetevőt, ami nem más, mint az oregano. Isteni finom lesz tőle, és később a mustárral, amit majd teszek bele, nagyon fog passzolni az íze. Úgyhogy így nép, benne is van, közben a füst meg a szemembe ment, legyen meg. Persze, tehát a só az mindig kell bele. Jaj. Meg az fokozatosan, ki mennyire eszi sósan a dolgokat. És akkor most átkavarjuk. Mert szépen kezd lefűni a hús a csontról. Ilyenkor már látszik, hogy kezd jó is lenni. Csak közben a füst az marja az ember szemét, mint az állat. Köszönjük, hogy nehezebb újra. Hát így most már tökéletes lesz. És akkor a fedőt vissza is rakom rá, aztán még hagyrotyogjon magának. Szóval, és most eljutottunk ahhoz a ponthoz, amikor pörköltünk, már egész jól néz ki, hú, isteni az illata, és most meg kell néznünk, hogy a hús mennyire puhult meg.
Ehhez én használok egy csontos húst, ami, mint látjátok, igen, ilyen szép. Na most a következő van ezzel a hússal. Először is leteszteljük, hogy mennyire a húsnak a puhaságát, viszont nem máshogy teszteljük, mint úgy, hogy azt nézzük meg, hogy mennyire jön ki belőle a csont. Mint látjátok, ebből a húsból isteni könnyen kijön a csont, igen. És látjátok a csontot? Milyen szép fehér? Igen. Szóval a csont fehérsége arról árulkodik, hogy a hús már igenis készen van. Szóval, most, hogy végre megnéztük a húsnak a puhaságát, jöhet az a rész, amikor belerakjuk a zöldségeket. Úgyhogy... így, bele is mehet az összes. Személy szerint én még szoktam belerakni zellert, viszont itt most a házigazda úgy mutatta, hogy ne tegyünk bele fehér répát semmivel, hogy sokan nem szeretik. Úgyhogy ez most egy ilyen répás, krumplis megoldás. Mint látjátok, most már nagyban rotyog a pörkölt, most már lassan végső formájában. Igen, benne van a zöldség is, meg minden. És most akkor nézzük meg a munkás embereket, hogy hogyan dolgoznak. Ezt így el. Nagyban szedik a szénabálákat, meg minden. Hallod? Avas, reptes már rá Zolira egyet! Hú, nagyon meghaltok most! Gyere ide! Jó van már! Na, készen is van a ragunk, pörköltünk, hívjuk aminek akarjuk. Egy utolsó kóstolást teszt. Isteni finom lett. Úgyhogy most már csak annyi dolgunk van, hogy tálaljunk és együnk. Jó. Szóval milyen lett, Zoli? Nagyon jó, komolyan. Nagyon komolyan. Adjatok már kavarodnak! Ilyen lány lennék, Manót szállam a középsuliból. Isteni finom. Isteni, komolyan mondom. Olyan külön, mint Manó. Na, szóval a többiek azt mondták, hogy finom, úgyhogy most már csak az maradt, hogy én is belekóstoljak. Szerintem az van. Az egyébként egy kányom. Csináltam már jobbat, nem, amúgy csak viccák, isteni finom lett szerintem is. Úgyhogy mindenféleképpen próbáljátok ki otthon, és találkozunk a következő részben. Sziasztok! Lélus, akkor finom az ősz pörkölt?